A Magyaródi Önkormányzat képviselőtestületének valamennyi tagja megjelent a Juhász Jácint művelődési házban rendezett közmeghallgatáson. Paulovics Géza polgármester elsőként az elmúlt időszak történéseiről számolt be. 2017 Magyaródi Nagyközség Önkormányzat életében egy elég komoly beruházásokkal tarkított évet mondhat magam után, magam mögött. Önkormányzatunk több pályázaton nyert különböző pénzeszközöket, amik én úgy gondolom, hogy a településünknek javát szolgálja. Az egyik ilyen nagy beruházásunk a Magyaródi Polgármesteri Hivatal épületeinek, mert mindkét épületét felújítottuk teljesen. Energetikailag új besorolást kapott, egy C minősítést értünk el a régi FFS kategóriában, az azt eredményezi, hogy a régi korszerűtlen épületünk egy teljesen modern és úgy gondolom a mai kornak megfelelő hőszigetelést, nyílászáró cserét, az önkormányzat saját pénzéből egy új, újonnan felújított tetőt kapott, az udvarrendbetétel elkészül, illetve a vízszigetelését is megoldottuk az épületnek. Ezeknek a munkálatoknak várható befejezési határideje 2017. november 30-a. Én úgy gondolom, hogy a munkálatok ütemterv szerint haladnak, úgyhogy teljesíthető a 2017. november 30-as határideje. A beruházásnak az összköltségvetésének még pontos számait nem tudom elmondani, de azt tudom, hogy 53 millió forintot nyertünk az Európai Unió és a Magyar Állam jóvoltából az épület felújítására. Elmondta, a Szent László kilátó és emlékhely felújítására, a tanösvény, játszóterek és egyéb járulékos beruházások megvalósítására mintegy 120 millió forintot nyertek. Ezzel párhuzamosan benyújtottunk egy egészségház megvalósítására szóló Magyar Állam kincstár felé egy pályázatot, ami 200 millió forintot pályázunk az egészségház megvalósításához, ami az önkormányzat saját forrásként 178 millió forintot tesz hozzá hitelből. A saját erős beruházásaink közül rengeteg olyan elkészült már a faluban, ami a lakosságnak a közérzetét, illetve a közlekedését javítja. Az egyik ilyen nagy beruházásunk volt a Nyulas utca, Bocskai utca, ominózus tó megoldása, ami 2017 augusztus közepére elkészült, és az ott lakók nagy örömére a Nyulas utca, illetve a Jégvirág és a Borsó utca megközelítését egy teljesen új aszfaltszőnyeggel ellátott úton tudják megközelíteni, illetve a csapadékvíz elvezetése megtörtént az Orgona utca felé. A másik ilyen nagy utasberuházásunk az a Farfalu déli útjának a elkészítése, ami múlt héten pénteken befejeződött, annak 8 millió 100 ezer forint volt a beruházási költsége, ott egy 360 méter hosszú, 3,5 méter széles, 1 méter 50 centis patkával ellátott új útfelület alakult ki. Én úgy gondolom, hogy a Parkfalu lakóinak most a közlekedési feltételei javultak. Több árokfelújítást is elvégzett az önkormányzat non-profit Kft.-je, például a Bajcsi-Zsilinszky úton, valamint a Somlói út és a Sarló utca csomópontjában. A polgármester szólt az elmaradásokról is. Több beruházásunk egy picit csúszik, például a Gödöllői úti járdák felújítása és továbbépítése. Sajnos kapacitás hiánnyal küzd a non-profit is, így a kivitelezők elég nehezen foghatók hadra ahhoz, hogy minden abban az ütemben tudjon elkészülni, hogy ezt önkormányzatok eldöntötte. A pályázatok tekintetében jó eredményeket könyvelhet el a település. Én úgy gondolom, hogy a 2017-es év egy kimagasló év az önkormányzatunk életében, mert az elmúlt évekhez hasonlítva, én úgy gondolom, ebben az évben egy elég komoly mennyiségű pénzt sikerült nyerni olyan beruházásainkra, amik igazából már régóta várt a településünk. Elkészült a tűzoltó szertárnak a felújítása saját beruházásban. Én úgy gondolom, hogy elég jó műszaki színvonalon készült el az iroda, és ezzel párhuzamosan a VECOP pályázaton elnyert pénzünkkel sikerült olyan turisztikai irodát létrehoznunk, ahol Magyarodnak a turisztikai értékét tudjuk növelni. A polgármester beszámolt a Hungaroring vezetőivel folytatott tárgyalásokról. Az erről szóló hírek talán inkább a kerepes, szirasligeti település részén élők számára lehetnek kedvezőek. Van egy zajvédő fal, amire
építési engedélyt kell szerezzenek, és 2018 májusáig meg is kell valósítsák a szilasi határba, ami a szilasi határút mellett kell, hogy felépítsék azt a zajterelő falat, aminek az engedélyezési eljárását most indították útra, úgyhogy több mint valószínű, hogy a szilasiaknak Mogyorod területén fognak felépíteni egy zajterelő falat, ami a szőlők végében lesz. Beszámolója végén a polgármester az önkormányzat pénzügyi helyzetét ismertette. Eszerint a falu számla egyenlege meghaladja a 400 millió forintot, amely stabil, kiegyensúlyozott működést jelent. A következőkben lakossági hozzászólások, javaslatok és kérdések hangzottak el. Jelezzük, hogy későbbi adásunkban a teljes felvételt közreadjuk.